1000 gól. Fantasztikus, mesélj. Milyen érzés volt odaállni az a 7 métereshez? Nagyon jó érzés volt, ugye tudtam, hogy ezt az ezredik sikerült belőlem, úgyhogy izgultam, nagyon izgultam. Főleg úgy, hogy még az egyik bíró ugye úgy fújta be, hogy már majdnem még akkor leütöttem a labdát, úgyhogy nagyon-nagyon megzavarodtam, és így gyorsan el is kellett lőnöm a lövés, de nagyon örülök neki, hogy ez sikerült. Milyen érzés van ilyenkor benne, hiszen ez sporttörténelmi, női vonalon még senki nem szerzett 1000 gólt? Nagyon büszke vagyok magamra, és de inkább majd akkor leszek szerintem úgy igazán büszke, amikor majd abba hagyom, és visszaemlékszem ezekre a dolgokra. Nagyon örülök neki, tényleg azért ezer az ezer. Az ezredik biztos, hogy emlékezetes lesz, hiszen maga az ezredik, de az előző 999-ből valami kicsit különlegesebb, valamiért megmaradt? Nem mondom neked őszintén, hogy nem szoktam amúgy így a mérkőzésen figyelni. Nagyon sok gólt lőttem szerencsére ebből az ezerből, szépeket, jókat, győztes gólokat. Nem ez a legfontosabb számomra, hanem az, hogy a csapat nyerjen. És mondjam, majd ha abba hagyom, akkor nagyon büszke leszek erre is, hogy ennyi gólt dobtam.